Borsodabói Zemplén megye napilapja és internetes kiadása már hagyományosan meghirdette a 2011-es év sportolója közönség szavazását. A 76 jelölt között egyetlen sárospatakiként ott van Sárga Attila, ökölvívó is. Edzője szerint az egész szakosztály kiemelkedő eredmény nyújtotta az elmúlt éven. Nagyon jó munkát végzett a szakosztály, eredményes évet zártunk 2011-ben, hiszen ranglistán benne vagyunk az első 25-ben. Én úgy gondolom, hogy nem csak a városnak, hanem szerintem a megyében is egyedülállóak vagyunk, akik most ilyen eredményesek voltunk. A Stéci ökölvívója számos szép eredményt tudhat a háta mögött. Ezeknek a teljesítményeknek köszönhetően jelenleg már Tunéziában edzőtáborozik. Tavaly évben az Attila megnyerte az IFI Magyar Bajnokságot Kiskunhalason, szombatén pedig a felnőtt Magyar Bajnokságon másik helyezést hoztuk el, az Ungváritól kapott ki 12-9-re eredményes évet zárt az Attila. Ma reggel utazott ki Tunéziába a válogatott olimpiai felkészülés edzőtáborba, bízok abban, hogy fog menni a kvalifikációs tornára, Isztambulban lesz március végén, április elején, és remélem, hogy meg lesz a város első olimpikonja Sárga Attila személyében. A megyei sportolói szavazás nem csak egyéni és klub sikert hozhat, a város is profitálhat belőle. Szerintem nagyon sok mindent turisztika szempontjából, sport szempontjából, tehát bármiben. Tehát amelyik egy egyesület vagy város eredménye sikeres, vagy kisvárosban lévő egyesület sikeres, úgy sikeres maga a város is. Egyre több versenyző jön, egyre több vendég jön, nagyon sok vendég érkezik a kisvárosba, és nagyon sok pénzt hagy itt. Az ökölvívók között több tehetséges fiatalt is találunk. Jelenleg 4-5 kiemelkedő teljesítményű öklöző erősíti Sárospatakot. A Russzó András, aki tavaly ugyanígy a megyében az e-sportolója volt az ő saját korcsoportjában, a junior válogatott kerettagja, készülnek a junior világbajnokságra, január vége közepe fele indult Tatárra a közös edzőtáborozásra, és vett ott még Attilának az öccse, Krisztián, aki most lett junior korcsoport, és őre is számítanak a válogatottba. Ezt leszámítom, még ott van 3-4 olyan versenyzőnk, aki bármikor odaérhet. A 2011-es év sportolójára január 18-áig lehet szavazni. Összesen 7 kategóriában hirdetnek majd győztest.